Több évtizedes álmuk teljesült a Nyíregyházán és környékén élőknek azzal, hogy elkészült a városban egy fedett sportuszoda. A 4300 négyzetméteres létesítményhez az önkormányzat adta a telket, és 1,3 milliárd forint állami támogatás mellett 1,7 milliárd forint TAU-s forrás biztosította a fedezetet. A két medencén kívül egy 250 férőhelyes lelátó, valamint sportolói és közönségöltözők és a szükséges kiszolgáló egységek kaptak helyet az épületben. Az úszók és a vízilabdázók már egy ideje használhatják az uszodát, amelyet szerdán adtak át hivatalosan. Nagyon megható, hogy itt lehetek, és ténylegesen, amikor először ide beléptem, akkor már éreztem, hogy milyen nagy lehetőséget kapnak a mostani sportolók, illetve akik most megtanulnak úszni a legkisebb gyerekektől, vagy egészen a legidősebbekig. Ugye a szabadidő sportolóksról sem szabad megfelejtkezni, hiszen ez az uszoda, hogyha a Magyar Úszó Szövetség elnökét, vagy a Vízilabda Szövetség elnökét idézzük, akkor ténylegesen mindenre alkalmas, hiszen akár a munkára, akár a versenyzésre, akár a felkészülésre, vagy utánpótlás nevelése, vagy élsport úgymond a fejlesztésére, vagy pedig az maga az úszás a gyermekek megtanulására, hogy a sportot, a sportágat el tudják sajátítani. Nyíregyháza polgármestere arról beszélt, hogy az uszoda átadásával tovább bővültek a sportolási lehetőségek a megyeszékhelyen. Egy-egy beruházásán ne csak azt nézzük, hogy mennyi beruházás, mennyi fejlesztés történik, hanem mennyire észszerű, mennyire már régóta várt, ugye évtizedeken át ígérgették ezt az uszodát, és semmi nem történt, megvalósult, hogy milyen színvonalon. Én azt gondolom, hogy ebben semmi nagy képviség nincs, ha azt mondom, hogy világszínvonalon. A legfontosabb mégiscsak az, hogy végre van egy uszodája a városnak, és szerintem azokat kellene megkérdezni, akik használják, edzőket, versenyzőket, és holnaptól már mindenkit, mert ide jöhet mindenki, aki úszni akar, és én nagyon-nagyon örülök, hogy elérkeztünk ide, és ez a tervünk is megvalósult. A Vízilabda Szövetség elnöke, a kétszeres olimpiai bajnok Vári Attila szerint a létesítményhelyzet javulásával óriási távlatok nyíltak meg a sportág előtt a városban. 2018-ban voltunk itt közösen egy alapkőletételen, és az ember így egy nagy pusztaságba azért csak a képzeleteire hagyatkozhat, de most testet öltött ez a létesítmény, és köszönöm mindenkinek, aki ebben részt vett, hiszen nagyon fontos a város sportjának fejlődésében. Ugyan vízilabda társasági adó keretein belül épült, de nem csak a vízilabdának, hiszen rengeteg gyermek fogja, a vízes sportokat szerető gyermek fogja ezt használni, és remélem, hogy örömüket lelik benne. És azt megígértem, hogy mindenféleképpen az olimpia után a női és a férfi válogatottal el fogunk látogatni, és egy nemzetközi mérkőzést fogunk játszani. A sportolók mellett a nagyközönség hétköznaponként reggel 6 és délután 2 óra között használhatja az uszodát. Az érvényben lévő rendeletek alapján csak védettségigazolvánnyal rendelkezők léphetnek be a létesítménybe.